Fényes ég is.
via del suo neképek, amelyeket ősképeknek nevezünk.
tetsző. Az őrségek abban különböznek minden más ember által alkotott képtől, hogy az ősképekkel vele születik a tartalom, nem az emberek egy csoportja egyezik meg abban, hogy adott formának milyen üzenete, milyen tartalma adunk. Vele születik a tartalom. Ezek az ősképek tartják meg az ember veszett körülmények között is a földi tereken, ahova az egyetlen és teremtő Isten bennünket nem parazitának, hanem serkentő gazdának teremt. Parazitát lettünk. A nősképekről egyetlen egy szó el nem hangzik iskoláinkban, a médiában is igen ritkán. A nősképeknek hármas szerepe adódik, világban. Az egyik szerepe maga a kép, a forma, a másik szerepe a kép látványa, a másik szerepe a mondat, a mondandója a formának, a harmadik szerepe pedig a játék. Műveltségnek az nevezhető, ahol együtt van a kép, együtt van a mondat, a mondandója, és együtt van vele a játék. A közénk született Isten mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Erre álmosságra vonatkozik a közénk született Istennek, Jézusnak ez a mondása, az út, a forma, ami a teremtő Istentől való, az igazság, a mondandója és az élet az a játék, ami a képből és a mondandóból. Sehol, sem a családban, sem az iskolában erről manapság szó nincs. Ahogy Székelyföldön, Székelyföld határán a keleti Kárpátokban egy öreg székely mondta, vissza lelkét a teremtőnek, Bányi Sándor bátyán, a Bányi László bátyán, a földön a sátán uralkodik. A sátán uralkodik. Soha nem volt ilyen rabszolga az ember, mint ezekben az évtizedekben. Soha semmikor a földi tereken. A sátáni pénz rabszolga. Bányi László bátyám hozzátette azt, de Isten akarata fölötte. A Szent Korona van egy őskép, Isten akarata, és fölötte van a sátáni hatalom. A legelső őskép itt a Kárpát-hazában, a Kárpát-hazának közepén a Tatai medencében formálódott, legalábbis a mai tudásunk szerint, amikor az ember, az itt élő ember belső késztetést érzett arra, hogy képet formáljon a környezetében, akkor egy kör alakú kövületre rákarcolta a keresztet. A legfontosabb forma nem csak volt, ma is az, az lesz, amíg a világ világ marad számunkra, emberek számára, a görg és a kereszt. A legfontosabb volt. Minden formának az alapja. Mondom, minden formának az alapja. Erről a formáról népünknek tudása marad meg, és az a tudás közvetlen kapcsolódik a formához, és közvetlen kapcsolódik természetesen a nyelvünkhöz is, hiszen a nyelvünk is Istentől való. Nem ember által kreált. Istentől való. Olyan. A görgöl azt tartja népünk, ott, ahol
ahol érdemzett a hozzánonói napig, hogy a őr az ölelés. Nem is akármilyen öl, és nem is akármilyen ölelés, boldogasszony öle és boldogasszony ölelése. Boldogasszonyság azóta létezik, amióta Isten megteremtette a világot, a boldogasszonyság nem más, mint az ő teremtő és megtartó fényének, ez a szeretet, az örökös szomjóhozása és a megkapott fénynek az őrzése. Amikor az ember sokáig távol van a szeretteitől, előfordul ez Jóska bácsival, hogy hetekig távol van a feleségétől, akkor az ember alig várja, hogy találkozik vele. Alig várja, mert hiányzik az a szeretet, ami belőle felé már. Az a szeretet, ami benne is, bennem is Istentől van. És amikor az ember meglátja a régen látott társát, akkor kitárja a karját. A kitárkor félkör. K-E szóbokról, a magyar nyelv szóbokról szerkezett. Az ember kér, és amikor megkapja azt az ember, amit kér, amikor közel kerül az én feleségemhez, akivel 54 esztendei élünk együtt, időnként háborúban, de jó, hogy is Pitébe, akkor az ember meg is akarja tartani azt a szeretetet, becsukja a karját, és ez a kör. A kar, kér, és ha megkapta azt, amit kér, meg is akarja tartani, karré formában. Ezt a lábunkkal nem tudjuk cselekedni, mert a láb az lép, és lépcső. Csodálatos a nyelv. Csodálatos. A világ a legcsodálatosabb nyelv. Az a nyelv, amely nem szorít bennünket arra, hogy magyarázzuk a világot. A nyelv maga, a nyelv képvisége, szóbokról szerkezett. Alkalmasát tesz bennünket arra, hogy értsük a világot, hogy érezzük a világot. És a világ minden táján minden kisgyerek őskékekkel születik, mert a teremtésben nem személy válnak. Egyik alkalommal, amikor valamelyik politikai pártot hívott meg, hogy a gyerekrajzokról beszéljek, szóltam arról, hogy minden gyerekkel vele születik, az ősképek rendszere. Csak őskép születik a gyerekkel, hanem az ősképek rendszere. Ez a gyerek játékának, a kisgyerek játékának nagyon fontos eleme, és a kisgyerek a játékkal veszi birtokban azt a világot, amelyben neki felnőttként majd gazda módon kell élnie, serkentő gazda módon, nem parazitaként. Erre Isten senkit nem hiteles. Senki. Soha. Senki. Mikor az egyik hallgató meghallotta azt, hogy minden gyerekkel vele születik, a használati utasítás, idézőjelben, az ősképek és azok rendszere, akkor megkérdezte, hogy a zsidó gyerekkel is vele születik. És Jóska bácsi azt mondta, hogy természetes. Minden gyerekkel vele születik. De felnőttként nem minden ember, illetve nem minden nép használja a vele született Istentől való természetesség. Akkor az az Úr, aki érdezett,
Bence Jóska bácsi, azt mondta, hogy fúj zsidó Bélenc. Aztán mások, amikor Jóska bácsi kijelenti azt, hogy nem minden nép él egyformán, azzal a drága kincsel, amit a teremtőtől kap, akkor azt mondják, hogy fúj rasszista. Én a kettő között már minden jelszőt megkaptam, amit csak megkaphatom. Már 18 éves koromban titoista, trockista, buvarinista, mindenek voltam, háborús gyűjtogató. Annak utána kellett néznem, hogy ki volt Buharin, mert trockiról hallottam, de Buharin voltam. Két dolgot közvetítek itt, mind a kettő Istentől való. Egyik az, amit népünk ránk hagyott, az a drága kincs, a másik pedig, amivel a kisgyermek szülek. Ugyancsak drága kincs. Kérem az első képet. Él a világon egy kiváló tanítónő, úgy hívják, hogy Rodakello, az Egyesült Államokban. Rodakello a 70-es években döbbent rá arról, hogy minden gyerek 7 esztendős koráig ugyanazokat a formákat rajzolja, és rendeltetés szerint használja, a forma tartalma szerint használja ezeket a képeket. Rodakellónak megjelent a könyve a 70-es évek végén, elterjedt a világon, magyar nyelven a mai napig nem kapható. Rodakello ezeket a formákat, amelyekkel minden gyerek világra szépül, születik, a törzsi közösségbe csak úgy, mint New Yorkban, sémának nevezik. Nos, ezek nem sémák, hanem külsépek. Rodakellónak a könyvéből, a gyermekrajzok művészete című könyvéből való ez a nagy elég, és Rodakello, miután 10 millió rajzot vizsgálhatott, miután lehetősége volt, hogy az egész világot végigutazza, arra a megállapításra jutott, hogy a kisgyerek minden rajzot a körkeresz segítségével formál. Nem közvetlen módon, áttételesen. Most ebben a nagy körben Rodakello azokat mutogatja, hogy az autót is például hogyan formálja a körkeres segítségével. A kereszt, alul is maradtam bele, a kereszt ebben a körben nem más, mint az óhajtót. A boldogasszonyi óhajtásnak a tárgya nem más, mint a szeretet, amivel Isten teremtette és fenntartja a világ. Ez az egyenlő szárú kereszt. Az ilyen. János evangéliuma azzal kezdődik, kezdetben való az ige, az ige Istennél való, való, és Isten való az ige. Mindaz, ami lett, az igéből lett. Ott, ahol kereszten a sínzés tesznek lányaink, asszonyai, ott, ahol még ér nemzete hazán, a kereszten a sínzésnek alapöltés kettősét azt igének nevezi. Igény. Mi katolikusok, mielőtt a tisztelendő úr az igét felolvasnánk, keresztet rajzolunk a homlokunkra, ide az ajkunk alá, és ide a mellünkre. Ide. Ide. És nekünk azt adja, hogy ahol a kereszt, az egyenlőszág a kereszt, két egyenesebb metszi egymást, ott lép be Isten a világ. Mondom, ott lép be Isten a világ. A legelső forma, ami megjelent az ember
környezetében, amikor az ember szükségét érezte annak, hogy forma valósítson. És mindennyire, a világ minden mondja, leragszolja a kört és beleragszolja a kereszt. A kereszt formailag igen távol esik a körtől. A körből, mint formából a befele szűkülő, illetve kifele táguló körrendszere következik. A kereszt nem. A kereszt egy másik, nagyon fontos ősi formából, a négyzetből. Ennek ellenére a világ minden pontján, törzsi közösségben csak úgy mindig Esztergomban, a kisgyerek, mind a két nem kisgyerek, a körbe rajzolja be először a kereszt. Valaki van, aki teremte. Aki fogja a kezet. Aki egyszerre int és fönt való, és egyszerre lenn és benne, aki minden hatónak nevezteti, anyát. Nekünk itt éve, Ipolyó Arnoldtól tudjuk, a gyerek, a kisgyerek éveszemlős koráig Isten kenyerére. Minden tudása, lényegi tudása tőle, és az Istenről kapott tudását szent részületbe valósítja. Hogy? Az osztatlan szent. A kisgyereknek nincs múltja. Mivel nincs múltja, nem tervezi a jövőt. A kisgyerek a van! A van, az örökké. Kérem a következő képet. Rodekello könyvéből való ránézvés a jobb oldali képet nézzék. Egy kicsi lánykának a rajza, aki még nincsen így esztendős. Hát a kört olyan rumbinak rajzolta, de kör az. És ott, ahol az egyenes szakaszok meccése valósul, ahol Isten belép a világunkba, ott jelenik meg az arc. Jóska bácsi 50 éve foglalkozik egy gyerekrajzolat. Nem lehet velük nem foglalkozni, hiszen ahhoz a világhoz tartoznak, amelyet nagyon sokáig megőrzött népünk, a népművészet világához. Szervesen is szoros. Minden gyerek a világ minden pontján odarajzolja az ember arcát, amikor ennek belső készletése érkezik, ahol Isten belép a világ. Gyerekkorunkban bennünket neveltek otthon, kulcsadban, de nem. Neveltek az iskolában. Nem. És soha se otthon, se az iskolában nem fordult elő, hogyha rosszalkodtunk, hogy öreg apa, apa, hogy akár édesanyja pofon ütött volna bennünket. Minden ember arcában ott van a Teremtő Isten. Arca csak az embernek van, akit Isten saját képére formál. Nem választási szlogén. Thank you.
szabottunk, mert a szabottunk, legényként akkor úgy kupától bokáig fűszóeszővel elmáspangolt bennünket, öregapánk vagy apánk. Az iskolába tanítóul, ha rosszalkodtunk, akkor a padra burított bennünket, azt kaptuk a fenekünkre a nappáccába. A 10 vagy a 25. Kaptunk tenyeres is, körmös is. De pofon nem ütött egyben. Ez a világ, ez a sátán világ. Minősíti magát azzal, hogyha valakinek eljár a kezel, akkor a másik ember létezőnek az arcát célozza. Régen azt mondták, hogy kupán vázlak. Ma meg, hogy kapsz egy pofon. Ha a két másik neműnek egymással baja van, akkor egyik szembe köpi a másikat, vagy ki akarja kaparni a szent. Ha két férfinek egymással baja van, az első, hogy oda csap az arcának, vagy ha a földre birkózza, a fejét rúgja szét az arcának. Ezt a világon minős. Minden cselekedetünk, de főleg ez, az arc megalázás. Isten semmibe lépne. És amikor az arcot odaformálja, a kisgyerek, ahol Isten belül a világunkban, először a két szemet rajzol. Mert az arcon belül a szem a legfontosabb. A legfontosabb forma. Nem csak volt, ma is az, az lesz, amíg a világ világ marad számunkra, emberek számára, a görg és a kereszt. A legfontosabb volt. Minden formának az alapja. Mondom, minden formának az alapja. Erről a formáról népünknek tudása marad meg, és az a tudás közvetlen kapcsolódik a formához, és közvetlen kapcsolódik természetesen a nyelvünkhöz is, hiszen a nyelvünk is Istentől való. Nem ember által kreált. Istentől való. Olyan. A görgöl azt tartja népünk, ott ahol él nemzet a haszán a mai napig, hogy a görg az ölelés. Nem is akármilyen öl, és nem is akármilyen ölelés, boldogasszony öle és boldogasszony ölelése. Boldogasszonyság azóta létezik, amióta Isten megteremtette a világot, a boldogasszonyság nem más, mint az ő teremtő és megtartó fényének, ez a szeretet, az örökös ide az ajkunk alá, és ide a mennünkre. Ide. Ide. És nekünk azt adja, hogy ahol a kereszt, az egyenlőszám a kereszt, két egyenesebb metzi egymást, ott lép be Isten a világ. Mondom, ott lép be Isten a világ. A legelső forma, ami megjelent az ember környezetében, amikor az ember szükségét érezte annak, hogy forma valósítsa.
és minden gyerek. A világ minden mondja. Leragszolja a kört és beleragszolja a keresztét. A kereszt formailag igen távol esik a körtől. A körből formából a befele szűkülő, illetve kifele táguló kör rendszere következik. A kereszt nem. A kereszt egy másik, nagyon fontos ősi formából, a négyzetből. Ennek ellenére a világ minden pontján törzsék között soha nem volt ilyen rabszolga az ember, mint ezekben az évtizedekben. Soha semmikor a földi terekben. A sátáni pénz rabszolgája. De Bányi László bátyám hozzátette azt, de Isten akarata fölötte. A Szent Korona, amely ősi, Isten akarata, és fölötte van a sátáni adalom. A legelső őskép itt a Kárpát-hazában, a Kárpát-hazának közepén, a Tatai medencében formálódott, legalábbis a mai tudásunk szerint, amikor az ember, az itt élő ember belső késztetést érzett arra, hogy képet formáljon a környezetében, akkor egy kör alakú kövületre rákarcolta a keresztet. A legfontosabb forma nem csak volt, ma is az, az lesz, amíg a világ világ marad számunkra, emberek számára, a kör és a kereszt. A legfontosabb forma. Minden formának az alapja. Mondom, minden. Szeretettel és tisztelettel köszönjük ezt a és azokat is, akik másokban érkeztek az állással. Két csodálat mondom, hogy történt, miállt egy szóhoz. Használja a vele született
Istentől való természetesség. Akkor az az úr, aki érdezte Jóska bácsi, azt mondta, hogy fúj, zsidó bérenc! Már tűtlenek lettünk, téged elfeledtünk, Szent István király! Nincs egység közöttünk, nincs áldás fölöttünk, sok nekünk az ínség, te légy a segítség, Szent István király, kinek fel ajántad, drága szép változott meg a szövege ennek az imádságnak, mert imádság ez.
ott változott meg úgy, hogy nem rajta magyar, hanem talpra magyar. És most mit lehetne mondani a Pirkuszban? Talán azt, hogy ébredt magyar. Az előadásom témája ébresztő szerepű. A világban Isten akaratából léteznek képek, amelyeket ősképeknek nevezünk. Az ősképek abban különböznek minden más ember által alkotott képtől, hogy az ősképekkel vele születik a tartalom, nem az emberek egy csoportja egyezik meg abban, hogy adott formának milyen üzenete, milyen tartalma adunk. Születik a tartalom. Ezek az ősképek tartják meg a tőle. És az Istenről kapott tudását szent részületbe valósítja. Hogy? Az osztatlan szentőt. Kisgyereknek nincs múltja. Mivel nincs múltja, nem tervezi a jövőt. A kisgyerek abban, abban az örökké. Kérem a következő képet. Rodekello könyvéből való ránézvés a jobb oldali képet nézzék. Egy kicsi lánykának a rajza, aki még nincsen így esztendős. Hát a kört olyan Rubinak rajzolt, de kör az. És ott, ahol az egyenes szakaszok meccése valósul, ahol Isten belép a világunkba, ott jelenik meg az arc. Joska bácsi 50 éve foglalkozik egy gyerekrajzolat. Nem lehet velük nem foglalkozni, hiszen